Na, közben odaadtam azt a másik ilyen coal-t, amit találtunk Kovácsnak, meg a két Estus shardot is. Így már ugye 8 flaskánk lett, az ami azért sokkal jobb. Hát itt pedig most, őszintén szólva, tényleg fogalmam sincs, hogy merre kéne itt menni. Ezeket itt leírtam, mert jól esik. Valahol hátul meg kéne próbálni elsunnyogni. Igazából tök fölösleges fosni a méregtől, mert előbb-utóbb úgyis benyaljuk szerintem. Onnantól kezdve már nincs visszaút, ameddig bírjuk ezt tusszal. Prison Stone. Itt mondjuk nem ártana, hogy tudni, hogy merre haladtunk, tehát ilyen szivárványköveket ledobni, ilyen kis útvonaljelző cucc. Stone Parma. Pajzsot találtunk. Viszont hol haltam meg? Nem ártam a tisztázni azt is se. Úgy látszik ez a Dark Wraith, ez itt marad rendszeresbe. Nála szorítkozzunk a backstabre. Greg Dread Eye Orbot, ahogy látom, azt lehet rajta farmolni. Igen, azt hiszem erre fele haltam meg. Igen, hála ennek az idiótának. De... mi a... szentséges, büdös faszom vagy te? Úristen! Kecskefejű rohadt anyádat azt. Titanite Shard megint. Kellemesen undorítóak vagytok, uraim. Kiváltképp kellemesen undorítóak vagytok. Igen, itt viszont már nem tudok értelmesen vetődni. Itt viszont van valami. Greatsword, azt a kurva. A legendás Dark Souls 2-es kedvenc fegyveremet megtaláltuk. Igen, pontosan. Hú, egész staminám lemegy, hogyha ütnék vele. Mondjuk most jobb lenne visszaváltani a fegyvert, mert meg fogok halni. Ha itt balfaszkodok. Titanite Shard megint. Van itt még a közelben ilyen nyomorék? De amúgy tényleg most merre jöttem? Vagy merre megyek már? Ó, megint meg fogok mérgeződni, bazd meg. Nem, mégse. Jó van. Purple Moss Clamp, na végre. Egy kis mérgezés elleni lószar. Ez fog szerintem kelleni itt. Jaj.
Teljesen elvesztem itt az irányérzékemet, az az igazság. Jó, most... Jaj, ne! Mi az a nagy drabár állatod? Komolyan! Mi a tököm? Veled inkább az itt a szárazföldön küzdjünk, akarom mondani. Te mi a rák vagy? Úristen! Határozottam, ami komolyabb rohadék. Mi a fasz? Nem túl fair. Remélem ez csak valami mini boss egyébként. Ezért a szenvedésért csak 1600 lélekkel kibasszák a szememet, de komolyan. Na mindegy. Megint Titanite Shard, de már komolyan mondom... Ez a rész, ez itt vége láthatatlannak tűnik. Mozogni se bírok, sprintelni se, csak vetődni. Nameless Knight Set. Kéne valami HP-re generáló szar is. Hú, bassza meg. Megint Titanite Shard, hát abból már van egy pár, hogy látom. Ügyesen rejtőzködnek itt a csigák. Hogy tudja a tököm igazából mik ezek. Hát... Még elnézek erre szerintem. Lehet megbánom. Kéne valami bonfire itt is a közelben, mert ez így nem lesz jó. Ó, bazd meg, ne. Húzzunk innen a véres faszba. Remélem van Homeworld bónom. Hogy ne lenne. Igen, menjünk is vissza Firelink Shrine-ba. Ebből a részből itt egyelőre ennyit. És hát nem egyelőre ennyit, hanem másik irányba kéne elkezdeni takarítani. Soma haverom is följött. Hát, remélem jócskán lehagytam ebbe a játékba. Na kérem szépen. Azaz, kijön belőle még egy szintlépés, és akkor a Vitality-t is 20-asra. Király. Most már, hogyha a nagyobb kardot használjuk, akkor... Áh, még mindig 77%. De mi a szarért? Ja, ugye a plusz gyűrűk miatt. Na, lehet azt nem is fogom használni. Maradok ennél a longsword-nél. Nál.
továbbfejleszteni nem lehet? Most hát hülye kérdés, biztos, hogy lehet, csak nem mindegy, hogy mivel. Large Titanite Shard, igen. Olyat viszont még egyáltalán nem találtunk, tehát... Ez érdekes menet lesz. Nem is tudom. Nem számítottam rá, hogy a Faerun Keep az ilyen Blighttown-os rész lesz. De mindegy. Na igen, arrafele kb. Úgy voltunk, nem tudok biztosat mondani sajnos. Nem is tudom, nézzünk el erre is egy kicsit. Aztán előbb-utóbb csak megtalálom az utat a bosshoz. Meg remélhetőleg rövidítéseket is, meg... Ajajajajajaj... Egyelőre adjuk a mérgezést. Iron Flash. Ez egy pyromancy lesz. Lótus tűzvarázslat. Pontosabban ilyen önvédelmi tűzvarázslat. Hoppá, ezek nyomják az átkot. Ne, nem akarok megátkozódni, nagyon nem akarok megátkozódni. Elhihetitek, mennyire van nekem most arra szükségem, hogy még egy körst is benyaljak ezektől a külüszemű kurváktól. Még kitérni se tudok előle. Ne! Oh! Azt a kurva élet! Hogy rohadnátok meg. Most egyelőre a mérgezés, mondom, mellőzzük, amíg pláne ebbe a genyába gyalogunk. Mi leszik, sokkal undorítóbb cuccok is vannak itt a méregnél. Például ez az átok. Elrejtve van valami? Nincs. De legalább tudnék értelmesen gurulni, megvetődni, vagy legalább sprintelni. Aha, ott oda a másik oldalról kell menni. Nem, hát innen is, király. Large soul of a nameless soldier. Ennyi körbe is értünk volna? Nem létezik. Valahogy oda még... Nem, biztos nem értünk körbe. Valahogy ide csak föl lehet jutni. Ne! Húzzatok a... Édes véres jó kurva anyátokba. Én majdnem benyaltam a körszöt. Hihetetlen. És ide hogy jutunk föl? Na mindegy.
azt legalább tudjuk, hogy ez egy kibaszott útvesztő. Ténylegesen olyan, mint Blighttown. Jó, büdös kurva anyátokat. Undead Bone Shard. Na végre. Plusz kettese föl tudjuk húzni a flaskát, az már nagyon is jó dolog. Az a nagy idiótával én most közelharcban nem akarok bocsátkozni. Tegyük csak be a fákját, támadt egy ötletem. Hol a fákja, hol a fákja? Nem lehet ezeket itt meggyújtani? Time for wings. Nyilván nem, de valamit itt tuti kell csinálni egyébként. Van itt három ilyen szar. És tuti erre kell majd tovább menni. Valószínűleg tartom. Megint Titanite Shard. Megint. Aha! Nagyon király. Édes Istenem, te mi a rákot keresel itt, nem áll? Ne! Te nem vagy igaz. Meg azt a gyökeret innen el kell csalni mindenképpen. Van egy fehér fa. Ember. Tisztára gyűrűkúrás feelingje van. De kemény vagy, hogy nem is rád figyelek, te szemétláda. Nem tudom ki vagy, de köszi a segítséget. Rohadnál meg, te szemétláda. Young White Brand. Ah, ide ez fog kelleni szerintem. Na. Basszad már meg a... Kurva anyádat már azt, de tényleg. Ennek a fának itt nem tudom mi értelme volt. Max annyi, hogy ugye ennek az ágait szedtük itt föl. Ezek az álcázó cuccok, tudjátok. De így... Úristen! De mindjárt elfogy az Estusom. Nem jó. Nagyon nem jó. Gyere, köcsög.
Rotten Grew Curved Sword. Gondolom valami mérgezős fegyver. Sage Scroll. Ezek pedig itt valami óriás gombák. Addig jó, míg döglöttek. Most mi nehezíti a fákja? Az a kibaszott fákja megint. Nem, hogy ezeket a rákokat nem is éri meg megölni, ha csak 800 lelket dobtak, vagy mennyi. Itt pedig még... Úristen! Hát én magukat ott nem is zavarnám. Hát komolyan hadsevegének csak ott el hármasba. Talán még erre elnézek. Úristen, mekkora ez a hely. Komolyan mondom, mekkora. Ne! Mi a fasz? Te mi a retek? És pont akkor öl meg a méreg, amikor gyógyítanám magam. Jaj. Édes Istenem. Édes Istenem, basszus. Hát komolyan mondom. Ez vicc.